Ezek az új kiadású tankönyvek csak arra várnak, hogy átvegyék őket a diákok, hiszen a Vasvári Pál gimnáziumba már megérkeztek a kiadványok. Korábban akár 20-30 ezer forintot is elérhetett egy-egy tankönyvcsomag ára, ez az összeg tavalytól teljes egészében a családoknál marad. Az intézmény vezető kiemelte, minden diák alanyi jogon jogosult térítésmentesen átvenni a tankönyveket. Körülbelül 5500 tankönyv érkezett, a Kelló szállította el nekünk a tankönyveket, előre egyeztetett időpontban, augusztus 6-án hiánytalanul minden tankönyv megérkezett. Úgy tudom, hogy ingyenesek most már a tankönyvek, hogyan lehet átvenni őket? Minden évfolyam számára ingyenesek most már a tankönyvek, és a tanítás első napjaiban jutnak hozzá a tanulók a megrendelt tankönyvekhez. Ebben a szaktanteremben már lehetősége nyílik a diákoknak a kísérletezésre, amely az új kompetencia alapú kerettanterv alapja. A 2023-24-es tanévben érettségizőknek új vizsgakövetelményekkel kell szembenézni. Az új tankönyvek már ezeket a gyakorlati követelményeket veszik alapul, ahol a tanulók kreativitása és probléma megoldó képessége kerül a középpontba. A tankönyvek mellett a digitális tankönyvbázis is elérhető marad a diákok számára. A Vasvári Pál gimnázium történetének legnagyobb létszámával indítja a szeptembert. 721 tanulóval indítjuk a tanévet, és külön örömünkre 191 kilencedikes tanuló kezdi meg a tanulmányait a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. Jelenléti oktatásra készülünk, és a nyáron ezért felújítási munkák, karbantartási munkák zajlottak az intézményünkben. Az aula felfrissítésre került, tisztítófestést kapott, megújult, megszépült. Ezen kívül a tantermek, vizes blokkok is tisztítófestésen estek át, és nagyon szépen újul a sportudvarunk. Ebben a tanévben a Magyar Kézilabda Szövetség és Nyíregyháza megyei jogú város beruházásában a kézilabdapályánk, a szabadtéri kézilabdapályánk újult meg. Különleges évnyitóra készül a Vasvári Pál gimnázium, hiszen szeptember 1-én a 100. tanévet kezdik az intézményben, így ünnepléssel és Vasvári Pál dombor művének újraavatásával köszöntik a 2021-22-es tanévet. Bár az iskolában felkészültek a digitális oktatás zökkenőmentes átállására, bíznak abban, hogy a megfelelő egészségügyi szabályok betartása mellett egész évben jelenléti oktatással folytatódhat a tanulás.